A Lőrinci Városi Könyvtár 2014-től szervez nyári foglalkoztatókat a gyerekeknek. Az utóbbi években egyre népszerűbb lett a szünidei időtöltő, sőt már családi programmá nőtte ki magát, hiszen óvodások, szülők és nagyszülők is csatlakoznak a színes programokhoz, mondta Oldal Hajnalka intézményvezető. A gyerekeket szeretnénk elvinni először Szurdokpüspökire, Aszódra, Gödöllőre, és hogyha belefér a időnkbe, és az időjárás is engedi, akkor szeretnénk velük eltúrázni az Agyva forrásához is, illetve amikor itt vannak a gyerekek a könyvtárban, akkor általában vetélkedőket szoktunk nekik tartani, valamilyen fejtörőket szoktunk nekik összeállítani, illetve kézműves foglalkozásokat tartani, és természetesen az olvasás és az ismeretszerzést is bele szoktuk csempészni ezekbe a programokba. A könyvtár vezetője hozzátette, a feladatok a természetismeret, de a kortárs magyar irodalmat is érintik. A fejtörőkben pedig Lőrinciről is belecsempésznek kérdéseket, hogy a gyerekek helytörténeti ismerete is gyarapodjon. A feladatlapokhoz az internetet is segítségül hívhatják a gyerekek. Az aktuális programokról pedig a Városi Könyvtár weboldalán, közösségi oldalán, valamint a plakátokról tájékozódhatnak az érdeklődők.